nemzeti ünnepünkön a Ceglédi Fúvózenekar fogadtati a zenével az ünneplőket a Szabadság téren. A kicsiket pedig a kézműves sátorban a Folton Folt Klub tagjai segítségével kézműves foglalkozás várta. Az ünnepi műsor kezdetén a nemzeti dalt a Patkós Irma Művészeti Iskola diákja Berek Szászi Zoltán szavalta el. Talpra magyar! Hí a haza! Itt az idő! Most vagy soha! Ezt követően ünnepi beszédet professzor dr. Szakály Sándor, a Veritas Történetkutató Intézet és Levéltár főigazgatója mondott, aki több más mellett arról is beszélt. Az egyik legfontosabb kérdés március 15-én az, vajon amikor veszélybe kerül valami számunkra nagyon fontos, képesek vagyunk-e, és ha igen, hogyan összefogni, együtt gondolkodni. 1848 márciusának, vagy az azt követő heteknek, hónapoknak az eseményei más nem is üzennek nekünk, csak azt, hogy a veszélyben egy nemzet tagjainak félre kell tenni sokféle ellentétet, felekezeti hovatartozást, vagyoni helyzetet, politikai és világnézetet, mert van valami közös, ami összefog bennünket. 1848-49-ben az én meglátásom szerint ez a közös, a függetlenség, az önálló, szabad Magyarország gondolata volt, majdben benne volt az a polgári átalakulás is, amely aztán néhány évtizeddel később válhatott valóvá. Az ünnepi beszédet követően adták át a város egyik legnagyobb elismerését, a Gubody Ferenc díjat. A kitüntetést idén dr. Tornyai Károly nyugdíjas belgyógyász házi orvos kapta meg. Majd a Ceglédi Szakképzési Centrum Bem József Műszaki Technikum és Szakképzőiskola diákjai mutatták be Záporos Fény, Történelmi Mozaikjáték című ünnepi műsorukat. Az ünnepség után az emlékezők koszorúkat helyeztek el a Kossuth szobor talpazatánál, majd a Kossuth erkélynél is. Este pedig újra elindulhatott a diákok fáklyás felvonulása. A Szabadság térre érkeztek, ahol Molnár László népzenész fogadta őket tárogató szóval. Majd a Patkós Irma iskola diákjai mutatták be ünnepi műsorukat.